Március 15-én a János Vitéz élőzenés táncköltemnyel várják a Várkert bazár látogatóit. A produkciók sajtószövegében olvasható, hogy felejtsük el, amit eddig a János Vitézről tudtunk, hogy miért is kell elfelejteni, és mit tartogat az ünnepi előadás, azt elárulja nekünk Szirtes Edina Mókus, aki a mű átdolgozója és hangszerelője. Köszöntünk a librettóban. Köszönöm, miért kell elfelejteni mindent? Igazából ez egy ilyen elnézést kérés, bocsánat kérés és figyelmeztetés egyben, és felkészítés arra, hogy ez egészen más. Tehát ne akarjanak még véletlenül se arra készülni a hallgatók, hogy azt fogják hallani nyomokban, mint az eredeti, mert akkor csalódást okozhatunk, mert ez egy egészen új gondolás. És egy nagyon nagy munka volt, és nagyon nemes munka, de szerencsére nem voltam egyedül. Úgyhogy ebben a munkában. És hogyan összeződik a zene, a tánc és a látványvilág ebben a két felvonásos darabban? Meg kell említenem Vári Bertalant, aki a Vari Dance együttesnek a vezető koreográfusa, rendezője, mert az ő ötlete volt, és én azért örültem nagyon neki, mert valamilyen oknál fogva évekkel ezelőtt már megfogalmazódott bennem, hogy a daljátékok, operettek, énekdallamai szerintem csodálatosan szépek. De én magam is, ha énekelgetem, nem, bevallom, nem nézem ezeket, nem megyek el az operáciához ilyen jellegű előadásaira, de ha a dallamot veszem, mindenki tudja, és leülök a zongorához, akkor ezek a dallamok annyira szépek, örök zöldek, ahogy mondjuk, örökérvényűek, hogy itt az ideje, hogy játsszuk el mi úgy, és levesszük róla azt a fajta előadásmódot, ami egy kicsit valljuk be, idejét múlt, nem azért, most vagyunk, hát főleg a Ferenci Gyuriék és az elsőpesti rackák, kitörő, őszinte ereje, azt nem lehet, az csak most lehet, ebben a pillanatban, ezekben az években és hetekben és pillanatokban átélni és átadni ezeket a gyönyörű dallamokat. Szóval azért... Szóval manírokat vesztek le róla? És te igen, csak azért, ha ezt kimondjuk, akkor olyan, mintha lettek volna rajtuk. Szóval inkább azt mondom, hogy próbáljuk úgy előadni, ahogy nekünk a legőszintébben, hitelesebben most elő tudjuk adni. És hogy nyúltál a zenéhez? Ugye ez egy sarkalatos kérdés, mondtad, hogy teljesen először átdolgoztad. Ugye Vári Berci kitalált, és nagyon örültem, mert ez egy nagyon jó feladat, hogy mentsük át ezeket a gyönyörű dalamokat. Ugye ez Kacsó Pongrácz partitúrája, 1904. Igen, és kaptam ezeket a kottákat. Mondom, én ezt meg... Tehát nem. Tehát ez, és aztán a Bercivel beszélgettünk, már volt egy-egy tálclép, és mondta, hogy kell banya téma. És akkor már nekem írni kellett egy banya témát, az már saját zene. De hát nyilván hallgattuk az eredetit. És akkor egyszer csak elkezdett összeolvadni a múlt és a jelen, és tényleg leültem a zongorához, a legszebb dala, a fuszújik a szára, a Gyuri énekli, fantasztikus. Őre gondoltam, a Gyurira, meg a dallamra, és elkezdtem énekelni, és lett belőle egy blues, de olyan gyönyörűen játsszák elő, adják elő és adják át a szívükből, és közben végigvezetett Berci, hogy milyen koreográfia, milyen tánc rész kell pluszban. Tehát ez egy ötvözete amit a Gyuriék játszanak. Ez, nem is tudom, én népzenének nevezem azt is, a kortárs népzenének, mert hogy én írtam hozzá szemtelenül saját dallamokat, koreográfiára, és az eredeti gyönyörű dallamoknak. Teljesen új harmónia rendszeren alapul szerintem. Nagyon izgalmas és nagyon nehéz. Mesélj egy kicsit az alkotó folyamatról abból a szempontból. Bevallom őszintén, hogy én erről már viszonylag sokat hallottam tőled egy másik műsorban, de annyira kíváncsi vagyok, hogy itt hogy történt. Mi történt, amikor igazából a fejedben hallottad az egészet, és csak le kellett érni? Ezért kellett ezt a címet is adnom, mert nekem is el kellett felejtenem az eredetit. Tehát nyilván régi archív felvételeken olyan gyönyörűen éneklik, ott van az a nagy zenekar hangszere, és hát ezzel semmit nem lehet kezdeni. El kell felejteni, és felsejlik bennünk az a gyönyörű, la ti do re mi la, és akkor elő az ember, és már hallja most. Tehát muszáj elfelejteni egy picit az eredetit, hogy a mi eredeti dallamunká váljon, és ehhez kellett idő. És mondom, az a segítőtársaim, vagy alkotótársaim, Ferenci Györgyék, Vári, a Vari Dance táncosai ezt segítették, hiszen ez egy együttes munka. Tehát én leültem, zongoráztam, aztán a Gyuriékkal a próbateremben megszületett a csoda, és aztán láttuk hozzá a táncot. Ugye a János Vitéz az tipikusan az a darab, amivel mindannyian találkozunk már kisiskolás korunkban. Neked milyen volt, vagy milyen a viszonyod a János Vitézhez, vagy akár magához Petőfihez is? Igazából valahogy ezen már gondolkoztam, hogy nyilván szíven ütött, mint bárki mást, de nem időztem vele soha.
Én József Attilás voltam. De az inkább később, nem? Tehát... De nem tudom, én már óvodában is már az voltam. Már a óvodában? Na. Nem, ez azért nagy kipű volt, bocsánat. Szóval valahogy, és nem ért, kicsit úgy éreztem, hogy túl egyszerű, és ez az én hiányosságom, mert nagyon nagy művész akartam már akkor is lenni. De a lényeg az, hogy ahogy öregedek, és ha hallom a verseket, a dicsőséges nagyurak, vagy a nemzeti dal, hát most azt mindenki tudja, és a János Vitézből csak egy mondat, tehát mindig, hát bevallom, megkönnyezem. Ott állnak a táncosok, és olyan szépen énekel a Juliska, tehát az a lényeg, hogy nem jut eszembe a gyönyörű dala, amit ő énekel szólóban, és mondja, gyereki, csak egy pillanatra rácsokolom lelkem, piros ajakadra, és ezt tudjuk. És ott ülök, hogy ez hogy lehet ilyet? Akkor mondhatjuk, hogy ezen a munkán keresztül sokkal közelebb került hozzád, és nem csak azért, mert foglalkozni kellett vele, hanem a lelkedhez. Igen, hogy átégettük. Tényleg, ez egy gyönyörű, hogy tényleg át kell égetni a szellemen, a szíven, és akkor, amikor megérkezek a színpadra, és ott láthatom ezt, akkor bizony tényleg az van, hogy összeszorul az el, hogy lehet ilyen szépet, olyan tiszta történet, és hát ez nem lesz elavult. És ami a legelképesztőbb, hogy 3 nap alatt írta Petőfi Sándor hát János Vitézet. Ez annyira nyomasztó. Mi rengeteget próbáltunk, és sokat csiszoltuk, és reméljük, hogy ez hallatszik majd. És március 15-e után hol lesz még látható? Reménykedünk, hogy lesz még. Nagyon nagy az aparát, a sok zenészt és sok táncost érint szerencsére, szóval ez csak azon múlik, hogy a megbízók megbízzák-e ezt az előadást azzal, hogy kitüntetnek egy-egy dátummal, de bízunk benne, hogy lesz, mert itt az ideje. Addig is a Várkert Bazárban. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönjük. Köszönjük szépen.